Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A mai téma. A Petőfi Zenei Díját adó gála, ami holnap lesz, ez már az idén a 8. Ugye 8. alkalommal adnak át a hazai könnyűzene élet szereplőinek elismeréseket több kategóriában is. Vendégem pedig ebben az órában kedves munkatársam Habóczky Máté, a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV műsorvezetője. Első alkalommal ugyanis ő, azaz te leszel ennek a bizonyos díjátadónak a házigazdája. Szia Máté! Hello Kata, régen találkoztunk. Igen, régen, pár órával ezzel. Hogy vagy Máté? Köszönöm szépen, azóta ebédeltem egyet, úgyhogy nagyon jól vagyok, köszönöm. Na, hogy jött a felkérés? Mit csináltál éppen, amikor érkezett egy telefon vagy egy e-mail, nem tudom, olvasd be egy kicsit a részletekbe minket. Csináltam, otthon voltam, éppen egyedül voltam, magányomban gondolkodtam, és jött egy telefon, és akkor mondták, hogy Máté, akkor mi lenne, hogyha? És akkor én kérdeztem, hogy biztos? És igen. És akkor így. Nagy feladat, mennyire vagy izgulós? Kérdezem én attól, aki ugye élő műsort vezet reggelente, de hát más a rádió, és más egy olyan műsor, amit a tévé is közvetít. Hát alapvetően szerintem minden élő műsornak megvan a maga varázsa, és hát aki tévé, vagy kamera előtt áll, vagy mikrofon előtt ül, egy pici lámpaláz biztos van mindig. Úgyhogy izgalmakkal, várakozásokkal tekintek elé, meg hát nyilván az élő varázsnak megvan az a különlegesség, hogy bármi történhet. Reméljük nem fog persze semmi váratlan történni, de történhet, és akkor arra nem árt, hogyha az ember tud reagálni valamit. Ugye egy biztos, hogy a Petőfi Zenei Díjátadó gálát élőben nem csak mi a Petőfi Rádió, hanem a Duna és az M2 Petőfi TV is közvetíti, úgyhogy hangban, látványban is nyomon lehet követni az eseményeket. Egy nagyszabású show műsorról beszélünk ugye most már napok, hetek óta. Egy kicsit beavatsz minket a részletekbe, hogy mi mindenre lehet számítani majd? Hát 9 kategóriában lesznek díjazottak, úgyhogy ők mindenképpen az este résztvevői lesznek, emellett pedig extra produkciók is érkeznek majd. Ott lesz a Negálzenekar, akik kiegészülnek Sárik Péter jazz zongoristával, zeneszerzővel, aki egyébként tavaly a Petőfi Zenei Díjátadón átvette a legjobb hangszeres előadónak járó szobrocskát, valamint Szőke Nikoletta Máté Péter díjas jazz énekesnő is ott lesz, úgyhogy egy igazán különleges produkcióra lesz kilátás, mert csak azért is, mert ugye Sárik Péter és Szőke Nikoletta inkább a jazz világában tevékenykedik, a Negál meg Hamisítatlan rockot játszik, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből a fúzióból mi sül ki, én sem hallottam még a produkciójukat, úgyhogy kíváncsian várom ezt is. Aztán ott lesz László Evelin, a Dal 2024 győztese, akinek készül a 8 dalos lemeze ugye Berlinben, mint a Dal fődíja. Erről hoz nekünk egy előfutárt, úgyhogy izgalmasan várjuk ezt is, hogy milyen lesz. Hogyha jól tudom, akkor Madarász Gábor Madi fogja majd kísérni, aki egyébként szintén Petőfi Zenei díjas gitárosként lesz jelen a színpadon. Aztán érkezik a Phoenix RT és a Hírjár csapata, akiket szintén a dalban ismerhetünk meg, kiegészülnek Nagy Adrival, úgyhogy ez is egy jó kis medlinek ígérkezik, és Pédi Barna és zenekara is ott lesz, a Pédi Barna Band, akik egy nagyon különleges számot készítettek, de erre majd még egy kicsit később visszatérünk. Oké, hát arra is térjünk majd ki, hogy a váratlan helyzeteket hogy kezeled, hogyha esetleg valaki megbotlik mondjuk a színpadon, de hát nyilván ne fessük az ördögöt a falra, de bármi megtörténhet, ugye? Petőfi Zenei Díjátadó gála a szombaton, azaz holnap 19 óra 40-től, ezt élőben lehet követni a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban is, hiszen élőben közvetítjük. Habóczky Máté, rádiós televíziós műsorvezető pedig, aki az est házigazdája lesz. Itt van most a stúdióban is, vele beszélgetek a díjátadóról, úgyhogy pár érdekességet még elárulunk, például a kategóriákról is, hiszen bekerült új kategória is, úgy tudom. Így van, bekerült új kategória is. Hamarosan innen folytatjuk tovább, tarts velünk, ha van kérdésed, akkor a 0630303380 as számon feltelted, de írhatsz nekünk a Facebookon, illetve Viberen is, ez a Viber keresőbe, csak be kell én az, hogy Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával a stúdióban. Habóczky Máté, a reggeli műsorvezető, aki egyben tévés műsorvezető is, az M2 Petőfi TV-n, meg hát volt neked ilyen kis színházi kalandod is, majd erről is beszélgetünk, jó? Szeretnél? Szeretnéd, hogy szeressem? Szeretném, hogy szeretnél, igen. Már hogy beszélj róla. No, most viszont a Petőfi Zenei Díjátadó kapcsán beszélgetünk, ami holnap lesz, és 19 óra 40-től ezt a Duna, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió is élőben közvetíti majd. Ugye ott hagytuk az előbb abba, hogy több kategóriában is ilyenkor a hazai könnyűzenei élet meghatározó alakjait díjazzuk, és most a kategóriák közé bekerült új is.
Így van, bekerült egy új kategória, ami hát számodra szerintem nem ismeretlen, tehát az, mondjuk el, hogy ez az új kategória az évrádiós koncertje, mert hogy október 1-én, amikor ugye megújult a Petőfi Rádió, minden magyar szlogennel futunk, akkor kezdődött egy jó kis koncert sorozat Mák Kata műsorvezetésével, minden délután hétköznapokon 13 órától látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáin, illetve hallható az éterben ez a Hajrá Magyarok, és hát most már több mint 100 koncerten vagytok, hát, vagyunk túl. 150-en is túl, igen. Úgyhogy merítés az van bőven, meglátjuk, hogy melyik koncert kapja majd az elismerést, kíváncsi várjuk. Most egyébként ne kérdezném, de nem lenne illendő megkérdezni, hogyha neked kéne mondanod mondjuk egy 5 jelöltet. Jaj, szerint, nem, de nem kérdezem nem, meg. Nem akarok senkit félrevezetni, nem, meg befolyásolni sem. Már hogy nem lehet mondjuk befolyásolni, hiszen már ugye megvan, hogy kikapja a díjat, de nagyon szeretik egyébként ezt a műsort a hallgatók, úgyhogy folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban az élő koncertekhez, ugye rengetegen hozzászólnak, tehát innen is látszik, hogy ugye többféle műfaj is felmerül itt, ugye hétről hétre, napról napra, tehát többféle csapatot látunk már vendégül, pályakezdőktől kezdve régi motorosokon át. Úgyhogy nagyon népszerű, tényleg azt kell, hogy mondjam, a Hajrá Magyarok, és hát ennek kapcsán lesz majd egy díja, amit valaki megkap. Így van, valaki meg átadja. Igen, igen, valaki átadja, aki úgy tűnik, hogy én leszek. Igen. Na, a Petőfi zenei díját adom, most egy kicsit elvicceljük a dolgokat, de egy ilyen nagyszabású sonműsorra kell számítani. Viszont váratlan helyzetekre egyébként, hogy lehet szerinted felkészülni egy ilyen élő műsor kapcsán? Van erre, nem tudom, pár tipped, ötletet, hogyha valami olyan dolog történik a színpadon, vagy a háttérben, ami esetleg egy kicsit elvonja a figyelmedet, hogy azt hogy fogod megoldani? Hát bevált recept nyilván nincs, hiszen a váratlan helyzetek azért váratlan helyzetek, mert váratlanul érik az embert. Persze az ember azért úgy tud rá készülni fejben, hogyha esetleg ez vagy az történik, akkor mit lehet csinálni. Nekem például volt itt olyan már a rádióban is, hogy úgy terveztem, hogy lesz egy olyan 20-30 másodperces megszólalásom, és akkor a kis aláfestő zenémet majd tovább léptetem, de hát aztán valamiért nem beakadt az egér, vagy nem működött, és nem tudtam tovább kattintani, és 2 perces aláfestő zene volt behúzva, úgyhogy kénytelen voltam kibeszélni azt a 2 percet. Végül sikerült, nyilván a hallgatók ebből jó esetben semmit nem érzékelnek, csak az, hogy Jézuson mennyit beszélek már, de ilyenek abszolút történhetnek, persze, megoldjuk. És ne történjenek, nem fognak, persze. Még egy kicsit abba avass be minket, hogy mennyi felkészülés előzze meg egy ilyen nagyszabású showműsort, mint a Petőfi zenei díját adó? Hát van benne munka azért rendesen, de hát ez nyilván majd látszik is az adás egészéből. A díszlet nagyjából már beépítve áll, én már láttam, nyilván egy kicsit próbáltunk is, megnéztük, bejártuk, és hát elég nagy stáb dolgozik rajta, úgyhogy tényleg mindenki teszi a dolgát, úgyhogy reméljük minden rendben lesz itt szombat este. Hát reméljük, a hajót meg tudjuk közelíteni itt a dunai vízállás miatt, a rakparton keresztül, úgyhogy kíváncsian várom ennek is a következő napi fejleményeit. Holnap tehát Petőfi zenei díját adó gála, ami 19 óra 40-től a Duna, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió is élőben közvetít, illetve azt gondolom, hogy még egy nagyon fontos momentuma ennek a díját adónak, hogy a díjkiosztó előestéjén, vagyis ma este 20:45-től a Petőfi zenei díj életmű gála, Földes László Hobó műsort ismétli a csatorna. Ugye a hazai könnyűzenei élet egyik legrangosabb elismerését a Petőfi zenei díj életmű díjat a Kossuth Díjas blúzénekes, dalszerző, előadó művész, a Hobo Blues Band alapítója és frontembere vehette át, és a zenei és színházi színtér kiválóságai készültek Hobo dalfeldolgozásokkal, versekkel és személyes történetekkel, és így köszöntötték életpályája elismeréseként. Úgyhogy kifejezetten erre az alkalomra készült feldolgozásokat Gubik Petra, Wolf Kati, Németh Attila, Takács Tamás és a Sezlony, valamint Petőfi zenei díjas előadók Freddy, Szabó Előtt, Szarka Tamás és Csík János adták elő ezt az életmű gálát. Tehát újra meg lehet majd nézni ma este 20:45-től a Dunán. Amit pedig a Petőfi zenei díjátadóról érdemes tudnod, az a jövőnk vissza mindjárt Habocki Mátéval itt a Petőfi. Ez a hazai. Mák Kata vagyok, hello, és itt van Habocki Máté, akivel reggel szoktál találkozni itt a Petőfin, és az M2 Petőfi TV-n is, ő lesz a házigazdája a Petőfi zenei díjátadó gálának, ami holnap más már érkezik, mert csak egyet kell aludni, mindig számoltam vissza a napokat, hogy mennyit kell még aludni, most már csak egyet, hát aki kitartónak egyet se, de azért az nem javasoljuk. 19 óra 40-től minden esetre a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban is élőben közvetítjük a nagyszabású show műsort, aminek ugye Máté lesz a házigazdája. 9 kategóriában
lesz majd díjátadás a hazai könnyűzenei élet szereplőinek. Ugye egy kis változás, hogy bekerült egy új kategória is, ez pedig az élő koncert felvétel kategória. Az évrádiós koncertje, de majdnem rádiós koncertje, igen. Jó, hát még de majd mondom helyettet volna. Köszönöm szépen. Igen, te jobban felkészültebb vagy. Ugye te színpadi berkekből érkeztél egyébként a mikrofon mögé, Máté, úgyhogy hát azért van jelentős tapasztalatod, én azt gondolom, hogyha színpadon kell állni, de televíziós sorozatokban is megmutattad magad, sőt, tegnap kezeld el, itt idejött egy kis madáras csiripelte, hogy neked hosszú hajad volt régen? Fekete hosszú hajad? Kerestünk nagyon rólad képeket, próbáltuk előkeresni, de nem találtunk. Ez a szerencse. Egyébként a jogsim, bár lehet csak az előző jogsimban még szerintem ilyen hosszú hajas kép volt. Igen, akkor igaz, igen, a hír. Azt is egyébként színház miatt növesztettem meg, tehát nem magamtól jutott eszembe ezt megnöveszteni, úgyhogy annak idején azért is növesztettem meg, aztán egy másik szerepkedvért szintén a színház miatt vágattam le, úgyhogy igaz, jól értesült kis madaraid vannak. Adáson kívül majd mutatok neked egy fantasztikus fotót erről, hát körülbelül úgy néztem ki, mint a Mona Lisa. Ezt tudom neked mondani. Nem baj, hogy le lett vágva az a hosszú haj, tehát szerintem ez így mindenkinek, de nekem mindenképpen jobb így. És említetted, igen, hogy én leszek az est házigazdája, ez valóban így van, viszont ne feledkezzünk meg műsorvezető társamról, Szani Rolandról sem, na, aki szintén a Petőfi Rádió, illetve az M2 Petőfi TV műsorvezetője, ő is ott lesz majd, és a backstage-ben majd a díjazottakat, a vendégeket elkapja egy kis beszélgetés. Hát ahogy ő szokott általában ugye a Kultúr Fitnessben is itt minden este 9 órától beszélget, hát ott is beszélgetni fog. Ugye már itt kérdeztem az elmúlt napokban, hogy a zenészeket, hogy egy elismerést megkapni, az milyen érzés, mit jelent számukra. Neked is van elismerésed, például neked ugye Mondák díjad van, mesélsz erről egy kicsit? Hogy milyen volt, amikor például azt te átvehetted, milyen érzés? Hát hatalmas meglepetés volt, én nagyon-nagyon örültem neki, nagyon nagy megtiszteltetés volt, tényleg abszolút nem számítottam rá. Ugye nem csak én kaptam, hanem jó néhányan kaptuk ezt a díjat a magyar nyelv őrzéséért, a magyar nyelvért tett szolgálatainkért, és hát ez egy olyan dolog, ami egy mérföldkő az ember életében, vagy egy állomás, azt gondolom, viszont úgy kell folytatni aztán az utat, hogy utána is méltó maradj erre a díjra. Igen, tehát hogyha valaki díjat kap, akkor az ugye egyben valamiféle felelősség is a jövőre nézve. Igen, szerintem ezt kijelenthetjük. És a zenei körökben nyilván te már tudod, hogy kik lesznek, vagy tudod, hogy kik lesznek a nyertesek, tényleg? Hát ez figyelj, ez hivatalos majd akkor lesz, amikor holnap átveszik a díjakat, tudod? A nyertesek. Van már némi sejtésem róla, mondjuk így, még azért nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden információm helyes. Hát ugye az év női, az év férfi előadója is kiderül, hogy ki lesz majd holnap a Petőfi zenei díjátadó gálán, és hát további kategóriák, még ezen kívül 7, amiben lesznek díjazottak, elmondod a kategóriákat? Végig mehetünk rajta, igen, menjünk végig. Az év dala, az év zenei felvétele, az év koncertje, az év együttese, az év női előadója, az év férfi előadója, az év hangszeres előadója, az év felfedezetje, és ahogy említettük már, új kategóriaként az év rádiós koncertje, illetve van már egy díjazottunk, akit ugye már korábban megismertünk, még hogyha jól emlékszem, akkor februárban volt egy fantasztikus gálást, Földes László Hobó tiszteletére, ő kapta idén a Petőfi zenei díj életműdíját. A 8. Petőfi zenei díjátadó gála pedig holnap lesz 19 óra 40-től, amit élőben közvetít a Duna, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió is, úgyhogy biztosak lehetünk abban, hogy nem fogsz lemaradni semmiről, erről gondoskodunk. Egy nagyszabású show műsor, amiről most, illetve az előkészületekről, kulisszatitkokról beszélgetek Habóczki Mátéval, az est házigazdájával itt a Petőfin. Ez a hazai, a Petőfi Rádióban. Az ismerős arcok pedig, akik tavaly nyerték az év zenekara díjat, és ennek kapcsán is beszélünk most a Petőfi zenei díjátadó gáláról, és annak kapcsán is, hogy holnap lesz ez a nagyszerű gála műsor, vagy show műsor, aminek a házigazdája Habóczki Máté lesz, akivel minden reggel szoktál találkozni itt a Petőfi Rádióban, illetve az M2 Petőfi TV-n is. Máté, ugye említetted, hogy Péli Barna egy extra produkcióval fog majd fellépni holnap, de aztán mondtad, hogy majd a további részleteket még elmondod. Íme, itt a pillanat. Így van. A 2024-es Párizsi Olimpia alkalmából írt egy vadonatúj dalt Péli Barna és zenekara, és hát ennek a címe az Tűzzel, szívvel, szenvedéllyel, úgyhogy egy extra produkcióként hallhatjuk majd itt először, és hát ez végig kíséri majd a júliusban kezdődő közmédia sportcsatornáin követhető világeseményt.
természetesen győzelemre buzdítja a sportolókat, és hát összekovácsolja a szurkolókat. Egyébként ezt az olimpiai indulónak is dedikáló szerzeményt Pili Barna szerezte, a zenéjét, a szövegét Veres Tamással és Péli Nagy Évával írta, de ahhoz egyébként az MTV-a készített videoklipet, ami a jövő nagy tehetségeinek szereplésével premierként látható lesz majd Pili Barna Band előadása alatt. Úgyhogy izgalmas, izgalmas estére van kilátás tényleg. Ugye egy-egy ilyen diátadó kapcsán hát ez kicsit már ilyen csajos téma, de ugye sok esetben arra gondolnak a hölgyek, a lányok, hogy hú, majd itt biztos ilyen nagy estély ruhák, különféle olyan alkotásokat lehet látni. Te erről tudsz valamit, hogy ki milyen ruhában fog majd esetleg fellépni, vagy díjat átvenni, átadni? Én erről még nem nagyon tudok, hát pláne a női ruhákról nem tudok. Ugye a sajátomat azt már próbáltam néhány szedben, de hogy abból is pontosan melyik lesz, ezt még nem tudom, úgyhogy ez nekem is meglepetés lesz holnap, hogy végül melyikre esett a választás. Miben érzed kényelmesen magad egyébként? Hát ugye a hétköznapokban ugye azért téged is lehet látni, egy-egy fotón például a Facebook oldalunkon. Szereted ezeket a sportos jellegű? Hát inkább ilyen sportos figura vagyok, vagy egy kicsit a hanyag elegancia, de fel kell öltözni szépen, akkor természetesen az elegáns öltözet is jöhet. Én azt gondolom, hogy egyébként a gála műsor az ünnep tiszteletére valószínűleg ez utóbbi felé mozdulunk majd. És izgulsz? Hát egy kicsit mindenképp, igen. Izgatottam már az estét, a díjazottakat is, meg az egész rendezvényt. Úgyhogy, de van egyébként mellettem, körülöttem egy profi stáb, megkapok tőlük minden segítséget, úgyhogy szerintem egyébként ebből a szempontból izgalomra semmi ok, na de hát azért mégiscsak. Ugye maga az esemény itt az A38 hajón lesz, hát ez egyrésztről ugye neked ismerős terep, vagy nekünk ismerős terep, hiszen a Petőfi Rádió is innen szolgáltatja a műsorát. Hát itt azért több helység van, úgyhogy nyilván nem innen a rádió stúdióból megy majd ez a show műsor, hanem a hajó egy másik részétről, de minden nyomon lehet követni, és mindent látni lehet majd, hiszen holnap 19:40-től a Duna, az M2 Petőfi TV, és hát ugye hangban a Petőfi Rádió is élőben közvetíti a Petőfi zenei díjátadó gálát, ami az idén már a 8. lesz. Máté lesz a műsorvezető, és hát még egy kis kulisszatitok talán belefér, nem tudom. Mindjárt kiderül ez is itt a Petőfin, maradj velünk továbbra is. Ez a hazai Mátkatával. És a reggeli műsorvezetővel, Habóczki Mátéval, aki hamarosan házigazdája lesz a Petőfi zenei díjátadó gálának, hiszen a hazai könnyűzenei élet kiválóságait az idén is díjazzuk és jutalmazok. 19:40-től a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban is nyomon lehet követni majd a nagyszabású show műsort. 9 kategóriában ugye átadásra kerülnek díjak, ezek között lesz egy új kategória, ami a Hajrá Magyarokhoz köthető az év rádiós koncert felvétele. Úgyhogy ebben is majd adunk át díjat valakinek, hát egyelőre többet ugye ezekkel kapcsolatban nem árulhatunk el, viszont Máté azt említette, hogy Pili Barna például egy extra produkcióval készül, aminek videóklipje holnap fog debütálni. Így van, így van. Vagy legalábbis a dal mindenképp. Most nem tudom, hogy a háttérben van egyébként egy nagy LED fal, hogy ott vetítik a videoklipet, vagy a TV adásban elképzelhető, hogy egy teljesen mást látnak majd a nézők, mint amit én a helyszínen érzékelek. Ez egyébként mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a helyszínen teljesen más egy ilyet átélni, mint a televízió képernyők előtt, hiszen olyan tartalmakat is rákeverhetnek közben a képi világra, amit én nem tudok, vagy nem feltétlenül érzékelek, úgyhogy hogy a videóklip is debütál-e, és ott a LED falon, vagy közben rávetítik, hát ez majd legyen még a holnapnak a titka, kiderül. Na én hát, ha már ugye váratlan egyébként fordulatokról beszéltünk itt az adás közben, lehet, hogy ez akkor számodra majd egy ilyen váratlan esemény lesz. Lehet, nem is tudsz róla. És én láttam még a barnáinknak a klipjét, sőt a dalt sem hallottam, úgyhogy én is kíváncsian várom ezeket az extra produkciókat, mert az Evelynnek a dalát sem hallottam még, ami a készülő lemezéről jön. Úgyhogy izgalmas, izgalmas tartalmak várnak ránk. Holnap mindenre fény derül, és annyit árulj még el, ha már kulisszatitkok szóba kerültek, hogy neked van valamilyen rituáléd, amikor élő műsort vezetsz előtte, van valami praktikád, valami nem tudom olyan dolog, amit mindig elvégzel, ami nem maradhat ki, mert attól várod úgymond a szerencsét? Hát ilyen, olyan, amire te gondolsz, szerintem olyan nagyon nincsen, ilyen kis apró mantrája dolgai vannak az embernek, na de hát az szerintem maradjon titokban. Nem már. Hát de, hát azok azért olyanok, így magadban. Csak inkább egy ilyen belső ráhangolódás szerintem, tehát semmilyen külsőség, meg semmilyen manír, vagy olyan
látszat keltő dolog, ami, ami esetleg lehet, vagy akinek, kinek, kinek milyen, uh-huh. nekem nincsenek ilyesmi. Na majd a csebeidet azért átnézem, hát ott lapul valami kis kövecske, ami segít. Holnap tehát Petőfi zenei díjátadó gála 19 óra 40-től, innen az A38 hajóról, a Duna, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió, azaz mi is élőben közvetítjük majd azt a nagyszabású show műsort, ahol a hazai könnyűzenei élet kiválóságait több kategóriában is, azaz 9 kategóriában jutalmazzuk. És ugye az életműdíjat ebben az évben Földes László Hobó kaptam, ennek kapcsán a gála műsort pedig 20.45-től ismétli ma a Duna TV. Máté, köszönjük szépen, hát akkor egyrészt holnap találkozunk, és jó felkészülést addig is. Én is köszönöm, holnap látjuk egymást. A Lóci Játszik is érkezik a folytatásban, tarts velem! Hallgass magyar zenét online is, a YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió.